Újra elvett valamit az Orbán kormány a magyar nyugdíjasoktól, mivel az Orbáni infláció, az áremelések és a megszorítások miatt recesszióba fordult a magyar gazdaság, az idősek idén novemberben nem kapják meg a nyugdíjprémiumot. Orbán Viktor kormányának hibájából nem kapják meg ezt a pénzt az idősek, ezért elengedhetetlen, hogy legalább a nyugdíjkorrekció kifizetésének gyakoriságát növeljék, ellensúlyozva a brutális Orbáni inflációt. Az Árnyék kormány szerint éves helyett negyedéves nyugdíjkorrekciót kell fizetni az időseknek, mert a súlyos áremelések miatt egyre kevesebbet érnek a nyugdíjak. Erre a pénzre számítanak az egész életüket keményen végiggürcölt idősek, akiknek már a pluszta megélhetése is veszélybe került. Egyre drágábbak az élelmiszerek, a rezsi és a gyógyszer, ezért nem hagyhatja magára a kormány a nyugdíjasokat. Amíg azonban Orbán marad, addig az orbáni infláció is marad, maradnak az áremelések, és egyre kevesebbet ér a nyugdíj. A Dobrev Klára vezette szociáldemokrata árnyékkormány azonban felkészült arra, hogy kormányváltás után letörje az orbáni inflációt, és ne az árak, hanem a bérek és a nyugdíjak emelkedjenek.